azt kívánom magunknak, hogy a Sümegi Józsi az ne veszítse el a lendületét és a kitartását és az akarat erejét, és még segítse a mi közösségünket, hogy itt mindig legyen jó minőségű és jövőre mutató közoktatás, és hát a hitéletünket is tudja egy kicsit felfrissíteni. Józsi, nagyon szépen köszönöm a munkádat. Nagyon szépen köszönöm. Egy kis apró gesztus annak, hogy elismerjük. Igen, köszönöm szépen. Egy újabb értékes embert jubilált a napokban, hiszen Sümegi József, a II. Géza gimnázium igazgatója, vagy ahogy mi hívjuk a Sümegi Józsi, 30 éve áll a II. Géza gimnázium élén. Ebből az alkalomból egy kis jelképes ajándékkal próbáltuk megköszönni mindazt a tevékenységet, amit végzett a II. Géza gimnáziumért, végzett Bátaszék közösségéért, hiszen igazgató úr tevékenysége nem merült ki abba, hogy a gimnázium falain belül oktatott és fiatalokat indított el az életnek a rögös útján. Nem merült ki abban, hogy az intézményt próbálta megfelelő módon menedzselni, még akkor is, amikor bizonyos hullámvölgyek idején kicsit nehéz volt a gimnázium élete, mert ő a gimnázium falain kívül is nagyon sokat tett a település közösségéért. Nagyon sok helyen ott van a keze nyoma, mint történész, hiszen azért elévületetlen érdemei vannak a romkert kialakításában. Számtalan olyan műemlék felújítása kapcsán ötletekkel látta el a szakembereket, hogy hogyan is kellene ezt megmenteni az utókor számára. Elévületetlen érdemei vannak például a tájház létrehozásában. Tehát ő ilyen értelemben is egy közösségi ember volt. Civil emberek elméjét is próbálta pallírozni akkor, amikor tudományos diákkör köreiben ismeretterjesztő előadást tartott az általa nagyon szeretett történelmi korszakokról. És hát az egyházi életben is vezető szerepet tölt be, illetve töltött be, hiszen diakónusként a katolikus hitélet egy meghatározó szereplője itt Bátaszéken. Az irányításoddal és a kollektíva tényleg kitartó munkájával azt lehet mondani, hogy a bátaszéki II. Géza gimnáziumot már többen választják első számú célpontként. Tehát nem úgy, hogy lepattanóban, ha nem sikerül valahová bejutni, hanem kimondottan ide akarnak jönni. Én amikor végeztem Szegeden az egyetemen, akkor én ott kezdtem dolgozni. Tehát először az egyetemen voltam demonstrátor, utána átkerültem a Juhász Gyula tanítóképző főiskolára, de úgy, hogy az egyetemen is tanítottam. És ugye ott a 89-90-es években fordulóján, itt a rendszerváltás időszaka volt, akkor azért fölvetődött annak a kérdése már, hogy átszervezik az egyetemet is, és ugye bizonytalanná vált az én státuszom is, hogy én most átkerülök-e az univerzitásba, vagy nem, és akkor ért a Herendi János plébános úrnak a megkeresése, ugye hát én hazajártam Bátára, és egyszer kijött hozzánk Bátára, és mondta, hogy nincs kedvem hazajönni, mert hogy Bátaszéken megőrül az igazgatói állás, elmegy nyugdíjba az igazgató, és hogy nagyon szeretnék többen, hogyha én hazajönnék. És akkor így meghívtak engem egy testületi ülésre, ahol az elvárásaikat megfogalmazták, én erre megfogalmaztam egy tervet, és hát a több jelentkező vagy pályázó közül akkor én nyertem el, és akkor így kerültem augusztus 1-én a gimnázium élére. Én csak a testvérem, meg a feleségem révén ismertem az iskolának azt a fajta milliójét, amit választani kell, de nagyon szimpatikus volt az az alap, amit itt korábban megteremtett. És én úgy gondoltam, hogy ezt kell továbbvinni. Nem bántam meg, nagyon sok örömöm volt a 30 év alatt, nagyon sok gyerek került ki a kezem közül, most számoltam éppen, hogy körülbelül 1500 diák érettségizett le a kezeim alatt a 30 év alatt, és hát sikerült egy olyan gimnáziumot létrehozni, amelyben részben folytattam azt a fajta
beállítottságot, irányultságot, amit a gimnázium képviselt korábban is, tehát hogy ez egy családias, a gyerekekre nagyon odafigyelő, az egyén képességeit nagyon-nagyon szem előtt tartó, ugyanakkor egy nagyon igényes oktatást is biztosító intézmény, ami mellett természetesen hozzátettem azt a pluszt, amit én magammal hoztam. Ez egy kettős megfogalmazás volt akkor annak idején a képviselőtestület részéről, hogy akkor önkormányzati fenntartásban volt a gimnázium. Úgy fogalmazták meg az elvárásaikat, hogy szeretnék, hogyha ez a gimnázium egy stabil intézmény lenne, és Bátaszék közéletében is egy meghatározó. Hát az első, tehát arra, hogy hogyan lehetett a stabilitást megteremteni, én úgy gondolom, hogy egy nagyon innovatív gondolkodásmóddal, tehát nagyon sokféle, 30 év alatt nagyon sokféle kísérlet volt. Volt olyan, ami nem állta ki az idők próbáját, ugye ilyen volt nálunk például a humán oktatás, amit bevezettünk annak idején, még a 90-es évek elején, nulladik nyelvi előkészítő évfolyam nálunk nem jött annyira be, de ami bejött viszont, az viszont nagyon bejött, így a hatosztályos gimnáziumi képzés, 90-es évek közepe óta Tolna megyében elsőként kezdtük ezt el, illetve az előrehozott érettség, a kétszintű érettségével kapcsolatban az előrehozott érettségiknek a preferálása. Én úgy gondolom, hogy ez két olyan tényező, amellyel stabilizálni lehetett, és hozzá lehetett tenni ahhoz a rendszerhez, amelyet én örököltem tulajdonképpen, vagy struktúrához, amelyet örököltem. A képviselőtestület másik feltétele az volt, hogy Bátaszék közéletében is legyen meghatározó szerepe a gimnáziumnak, szervezzenek kulturális és tudományos életet a diákokkal. Rögtön kezdetben mindjárt létrehoztuk a tudományos diákkört, amely nem csak az ásatásban vett részt, tehát Cikádori apátság feltárásában, a tájház létrehozásában, konferenciákat szerveztünk, könyveket adtunk ki. Tehát egy olyan fajta szemléletmód is tartozott ehhez, hogy nyitni, illetve adni a városnak ebből. Aztán a Géza napok, mint kulturális rendezvények, ennek is több funkciója. Tehát egyrészt egy nagyon jó közösségszervező, közösség erősítő, ugyanakkor pedig egy kulturális rendezvény is, hiszen ilyen történelmi játék, ugye most divatosabbak ugyan már, de azért abban az időben, 90-es évek elején nem nagyon voltak ilyen történelmi játékok, és ez is kiállta az idők próbáját. Úgy gondolkodtam azon, hogy a kezdeteket tudod, tehát hogy olyan pezsgő szellemi élet volt, az a Bátaszékért Közéleti Egyesület, ott az elején, akkor ugye mindjárt fölvetődött, hogy a Kemény Lajos, aki nagyon sokat köszönhetek, mert ő vezetett be az oktatási terület. A tudományos területre a Csanádi doktor, a műemlékekben az Adorjáni Márta, tehát hogy volt egy olyan mindjárt ott a kezdetben egy olyan szellemi mag, ugye ott rögtön felvetődött a városnak, megírtuk a városi pályázatot, a városi pályázathoz félelmetes, hogy a városi pályázathoz meg egy év alatt megcsináltam a Bátaszék középkori történetét, megírtam, amellett, hogy tanítottam ott akkor 16 órát. Neki köszönhető többek között az is, hogy megtalálták a Cikádori apátságot. Számos közéleti siker írható az igazgató számlájára, de talán a legnagyobb diadal, amit egy iskola vezetője elérhet, hogy sok volt diákja, már a kollégája. Én szemtelenül fiatalon kerültem ebbe, mondhatom nyugodtan így, hiszen a minisztériumnak a hozzájárulása kellett ahhoz, hogy egyáltalán én a kinevezésemet megkapjam, mert nem volt még meg a gyakorlati évem sem, meg az életkorom sem ahhoz akkor, hogy mondjuk az igazgatói kinevezést megkapjam. Tehát én ilyen felmentéssel lettem igazgató. A legtöbb kollégámat az első években én magáztam. Az igazgató helyettesemet is éveken keresztül magáztam, mert nem tudtam neki azt mondani, hogy te. Folyamatosan érett meg az a kapcsolat, amíg ez igazában kialakult. De magában a káderpolitikában én mindig azt követtem, hogy jó szakemberek legyenek, illetve ha lehet, akkor először azok közül válogassunk, akik a mi diákjaink voltak. Hiszen őket ismerjük, ők is ismerik az iskola szemléletét, könnyebben tudnak azonosulni azzal a fajta millióval, ami itt vár rájuk. Tehát ezért is van az, hogy a nevelőtestületnek az egy része, nagy része az fiatalabb, és bár vannak most is azért nyugdíj előtt állók mindig, és
tehát fiatalabbak és a mi diákjaink voltak. Nekem egy nyugdíjig 4 évem van, én ezt az időszakot nyilván végig fogom csinálni. Szeretnék akkor elmenni nyugdíjba, amikor erre lehetőségem lesz, és hát nagyon szeretném, hogyha olyan utódom lenne, aki ezt a munkát folytatni tudja, és hát valóban azokat a lerakott alapokon tovább tudja vinni a Bátorszéki II. Géza gimnáziumot. Ma próbáltunk néhány percben köszönetet mondani az elmúlt 30 esztendőért, nem lehetett, hiszen nem lehet összefoglalni néhány mondatban, amit ő Bátorszékért tett. Abban bízunk, hogy Sümegi József igazgató úr még sokáig tudja majd irányítani a II. Géza gimnáziumot, és sokáig aktív szereplője lesz Bátorszék közéletében.